Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves pedagógusok, kedves megjelentek, a Város Önkormányzata nevében igen nagy tisztelettel köszöntöm Önöket az Ajkai Pedagógus Nap ünnepségen. Nem régen volt, egy éve még itt álltunk, itt ültünk és újra itt van, de nem nagyon sokan örülnek, gondolom, a gyerekek főkép, tehát a pedagógusok is, hiszen eltelt egy kemény év, és azért most következik, ha voltak is érettségvizsák, meg vannak, jön a szünet, majd jönnek is pótvizsga, gondolom augusztusban, de a kettő között azért jó kis idő van. Nekünk hagyományos, nagyon fontos ez az ünnep, hiszen Magyarországon már 66 éve vannak ilyen pedagógusnak ünnepségek, valamikor állami ünnep is volt, most már azért veszített ebből a fényéből, de a város a 90-es évek második felétől több mint 20 éve megtartja ezeket az ünnepségeket. Ilyenkor szoktuk átadni a legmagasabb oktatásért járó elismerést vagy kitüntetést, ez itt lesz az idei évben is, hiszen oktatásért diszoklevelet adományozott Ajka Város Önkormányzata, valamint a óvodavezető és a pápai tankerület vezetőjének a javaslatára emlékplaketteket adunk át a legkiválóbb tanítóknak és tanároknak. Ez nagyon fontos. Hát nekünk iskolánk most csak papíron van, ugye nem lehet iskolafenntartó a város, de a pedagógusok azok. Ajkaiak, Ajka környékiek fontosak nekünk a pedagógusok, és ezt az ünnepséget mi nagy szeretettel fogjuk megszervezni Önöknek. Úgyhogy én kérem Önöket, hogy figyeljék meg az ünnepi beszédet, a díjátadásokat, és utána érezzék jól magukat egy kis fogadáson. Úgyhogy köszönöm a figyelmüket. Felkérem Szőke Melindát, az Önkormányzati és Humán Szolgáltató Iroda vezetőjét, mondja el ünnepi köszöntőjét. Kedves pedagógusok! Ma Önöket ünnepeljük, akik azért választották a pedagógusi pályát, mert tudják, pedagógusnak annyit jelent, mint az alázat, az értelem és a szeretet művészének lenni. Tudják, hogy ennek a művészetnek a középpontjában a gyermek áll, aki időnként nehezen alkuszik, aki elfogadást, megértést, odafigyelést kér magának és vár el Önöktől. Egy hivatás ünnepe azért van, hogy helyet adjon és alkalmat kínáljon az elismerésnek, a megbecsülésnek, a köszönetnek. A pedagógusok napja 1951 óta ünnep. Június első vasárnapján országszerte köszöntik azokat, akik talán az egyik legszebb hivatást választották, akik gyermekeket nevelnek, oktatnak, jellemeket formálnak, miközben saját személyiségükkel példát mutatnak a rájuk bízott fiataloknak. A pedagógusnak nem tartozik a rendezvényektől hangos ünnepek közé, de nem is kell, hogy az legyen. Ez az ünnep egy lehetőség számunkra, hogy megköszönjük az óvodapedagógusoknak, dajkáknak, tanítóknak, tanároknak, hogy a mindennapi erőfeszítések, kudarcok és sikerek közepette szeretettel szeretetre nevelnek, tudásukkal ismereteket gyarapítanak, miközben saját életük példáján keresztül igyekeznek követésre méltó példát nyújtani óvodásoknak, iskolásoknak. Az ünnep apropót jelent arra, hogy egy pillanatra megálljunk, és gyermekkori emléképeinket felidézve felelevenítsük óvodás és iskolás korunk emlékeit. Diákkorom emléképei közül nem fogtak meg a dolgozatírás, felelés, vizsgák előtt átélt izgalmak emlékei. Arra is emlékszem, hogy nehezen fogadtuk el, hogy egy-egy figyelmeztetés bizony szolgálhatja jellemünk fejlődését. És nem mindig fogadtuk el nevelőink, tanáraink jóindulatú törődését sem, és időnként már-már tolakodónak éreztük óvó figyelmet. De a pedagógus attól pedagógus, hogy felismeri az emberi türelmet próbára tevő óvodáskori hisztiben, kamaszos lázongásban megbukó gyermeki bizonytalanságot. A tanári pályára készülődve főiskolai hallgatóként jöttem rá, hogy pedagógusnak lenni nem egyszerűen munka lesz, hanem hivatás, melynek gyakorlása során nem elegendő csupán a tananyagot tanítani, mert ez a pálya ennél sokkal többről szól.
akkor és ott eldöntöttem. Ha egyszer katedrára állok, olyan pedagógus szeretnék lenni, mint egykori nevelőim, tanáraim, professzoraim közül sokan, akik példaként állnak előttem a mai napig közvetlenségükkel, emberségükkel és tudásukkal egyaránt. Hiszem, hogy a pedagógus jókor, jól megfogalmazott tanácsával, példamutató cselekedetével, biztató szavaival, életre szóló hatást tud gyakorolni a fiatalokra, melynek értelmét ők sok esetben csak felnőtt korban ismerik fel. Németh László mondta egykoron, csak 10 évvel az iskola elvégzése után kezd kiderülni, milyen volt az iskola és benne a tanár. A tanár nem is tudja, hogy mikor hat igazán a növendékére egy gesztussal, egy szóval, egy odavetett tréfás félmondattal. Talán mindannyiunk életében volt olyan pedagógus, aki életre szóló bölcsességet ajándékozott, és akinek tanácsaira a mai napig meleg szívvel gondolunk vissza, és akinek példáját követve önök a pedagógusi pályát választották. Köszönöm, hogy segítettél! Oh.